Német és csehföldről érkezett munkások a 17. század végétől a 19. század elejéig négy üvegkészítő műhelyben, azaz Hutában olvasztottak és fújtak üveget a Keletmecsekben. 2008-ban Jegenyés János néhai üvegtervező iparművész szakmai felügyelete mellett tartották az első üveges hétvégét Óbányán, melyet azóta minden évben más-más volt zengővidéki üveges faluban rendeznek meg. Idén Hosszúhetényben és Kisújbányán üvegművészek közreműködésével ismerkedhettek meg az érdeklődők ezzel a mesterséggel. Elsősorban Csámorva vidékről származó német ajkú telepesek jöttek ide erre a vidékre, és a pécsi püspöktől az erdőt bérelték, és az erdő kitermelésével nyerték az energiát, és így tudtak üveget fújni, és hát üveggel fizettek elsősorban a püspökségnek. Hetény környéki erdőkben, például Pusztabányán, Kisújbányán, de Óbányán is, ami nem Hetényhez tartozik, a 16. és a 18. században erdei üvegkuták működtek. És a legutolsót, amit 1805-ben zártak be Pusztabányán, annak a leletanyagából nyílt egy kiállítás Hosszúhetényben, és annak a kiállításnak az apropóján, amit 2008-ban nyitottunk, megrendeztük az első üveges hétvégét. Ami abból állt, hogy ott egy üveges kiállításon túl, hogy üvegfúvókat hívtunk meg, hogy bemutassák azt, hogy ezt az ősi mesterséget, ezt hogy lehet ma művelni, ugye egész más technológiával, mert ugye az erdei üvegkutások fát használtak energiának, itt jelenleg most már gázzal működünk. Hát gyerekkoromban kezdődött, mondhatni 14 éves koromtól üveggel foglalkozom, és ez egy szakma elsődlegesen, és ezt lehet különböző szinten művelni, és nagyban hozzájárul az, hogy ki mennyire szereti az üveget, hogy mennyire tekinti játéknak a munkáját, és az hozzásegít ahhoz, hogy a munka közben ne érezze az ember azt, hogy munkát végez, hogyha játéknak tekinti, és hagyja, hogy az üveg vezesse, és az üveg segítse őt a munkában. Én nagyon egyszerű lélek vagyok, tehát én magamat nem is tartom művésznek, jó lehet, diplomám szerint üvegművész vagyok, én inkább viccesen szoktam mondani, hogy női üvegszabó vagyok, és ez ki is fejezi azt, hogy vágom, szabom az üveget, és megpróbálok olyan nőies formákat vinni az üvegre, amit ha az emberek megnézik, akkor egy emléket, egy természeti emléket ébresztek föl. Nem csak a hivatásom, hanem egyben a munkám is, és megpróbáltam erre építeni az életemet, és olyan üvegeket készíteni, ami az embereknek örömet okoz, és így meg is veszik tulajdonképpen. A rendezvény részeként avatták fel és szentelték meg a Szent Márton templom új üvegablakait is, melyek a hajdani túri püspök életének eseményeit ábrázolják. A Szent Márton templom van Kisújbányán, és a lelkes helyiek, főként talán Derksen Gyönyinek köszönhető, ez a Szent Márton kultusz itt is kialakult, illetve fölvirágzott, és ezzel kapcsolatos mozaik ablakokat készítettet és készítettünk, és hát ezek már a templomban megtekinthetők. A napot német nemzetiségi műsor zárta, melyen baranyai és Tolna megyei zenészek léptek fel. A Deutsche Club Scheid énekarát vezetem, immár 30 éves az énekar, idén ünnepeljük a 30 éves fennállásunkat. Sázs környéki, sázsdi különböző foglalkozás emberek vesznek részt a csoport munkájában. Én úgy veszem észre, hogy nagyon szeretik ezt művelni, hiszen ez egy nagyon szép elfoglaltság, heti rendszerességgel, itt a két hetente, ahogy fellépések jönnek sorra, úgy próbálunk. Van egy csodálatos szép helyünk, azt a Sárgy önkormányzat biztosította részünkre, ezután is köszönjük nekik. Én egyébként Sárgy dalpolgármester is vagyok közben, úgyhogy így könnyű volt talán egy kicsit ezt elérni. És
Hát nagyon szeretjük ezt a német népzenét, és szeretnénk ápolni. Sajnos is nagyon sokan élnek, ungarndáncsok, és úgy gondolom, hogy 24. órában vagyunk, hogy ezt még talán meg tudnánk menteni, ezt a szép hagyományt, ami Sájdon is él. A gyermekem itt énekel, feleségem, próbáljuk föl hozzánk húzni őket, és táncsoportot is próbálnánk alakítani, de nagyon nehéz. Régen volt Sájdon is táncsoport, most már sajnos nem megy. Azért mindent megteszünk, és vannak segítőink, például most volt a Grossmutters Küche június elején, ott nagyon sok fiatal segítőnk volt, akik segítettek ennek a szép rendezvénynek a megszervezésében.